Üdvözlök mindenkit az új évad első forgatásán. Sokan kérték, jelezték, hogy szívesen néznék már a koratavaszi féderbotos praktikákat a sok későszi, téli horgászfilm után. Nos, ennek a legfőbb hátráltatója eddig a szokatlanul zord időjárás volt. A naptár március 17-ét mutat, de bizonyára emlékeztek rá, hogy március 15-ig a tél volt az úr. Sőt, a mai nap folyamán, amikor idefelé tartottunk, a hajnali órákban még keményen fagyott, az északi ország részen havazott, tehát sajnos az igazi tavasz még mindig várat magára, bár bízunk benne, hogy a hétvégén már az is itt lesz. A körülmények a mai nap folyamán inkább még télies időjárást idéznek, ugyanis a víz hőmérséklete maximum 5-6 Celsius fok lehet, és a levegő hőmérséklete sem haladja meg a nap folyamán vélhetőleg a 6-7 Celsius fokot. A mai nap folyamán nem egyedül, hanem ifjú Sipos Gáborral veszem üldözőbe a Moby Dick horgásztó halait. Ráadásul Gábor ettől az évtől a Haldorado Feeder Team tagjaként velünk együtt horgászik. A csapat 4 főből áll, a csapat többi tagját is hamarosan megismeritek. Gábor, nagyon sokat horgászol itt ezen a tavon, nagyon sok eredményt értél el az itt megrendezett versenyeken. Kérlek, mesélj róla egy kicsit nekünk. Először is üdvözlöm a kedves nézőket. Most Gábor, ahol ma horgászni fogunk, ez a Moby Dick horgásztó rendszer, úgynevezett fekete tava. Fekete? Miért fekete ez a víz? Ez egy ilyen fantázia név, hiszen tórendszeren belül 6 másik tó található, és a tógazda így különbözteti meg a vizeit. Ez a legnagyobb tó, amelyen horgászni fogunk? Nem vagyok biztos, hogy a legnagyobb, de nagy valószínűség szerint a leglátogatottabb tó, hiszen vannak tórendszerben olyan tavak, ahol nem lehet napi egyet horgászni. Itt viszont a napi egyes horgász is nagyon sokat tud zsákmányolni egy nap folyamán. Akkor nyilván azért ilyen népszerű ez a vízterület. Így van, így van. Mi a tó jellemző halálománya? Most hát elsősorban pontyra, kárászra, illetve elvétve amúra lehet számítani. Dévérkeszek, illetve keszekfélék nem nagyon találhatók ebben a vízben. Viszont vannak benne kuriózum halak, ilyen például a koi ponty, a színes kárász, ami kicsit megvidámítja egy horgásznapját. Értem. Sok horgászversenyt is rendeznek, ha jól tudom, itt ezen a vízterületen. Igen, igen, évről évre egyre több rangos horgászversenynek ad otthont ez a víz, ahol nem ritka, hogy 5 órás versenyidő alatt 40-50 kiló halat zsákmányolnak azok, akik dobogó közelbe szeretnének kerülni. Ilyen hatalmas nagy számok hallatán a legtöbb horgász azt gondolja, hogy itt rendkívül könnyű halat fogni. Bedobja a horgát a vízbe, és már húzza is azonnal a halat. De hogyan tapasztaltad, ez valóban így történik itt is? Nos, ez igazából sok mindentől függ. Általában versenyen mindenki fog halat. Csak tudod, már itt a mennyiségen múlik az, hogy ki ér el sikert, és ki nem. Tehát mindenki húzza, vonja. De igazából ahhoz, hogy 40-50 kilós súlyt valaki össze tudjon fogdosni, ahhoz meg kell válogatni, hogy milyen halat, mekkora halat és milyen sűrűn fogja az ember. Saját tapasztalatból is tudom azt, hogy az ilyen jellegű vizeken, amelyeket ugye sokan lenéznek, mondván azt, hogy itt rendkívül egyszerű halat fogni, azért nagyon sokan inkább az 5-10, maximum 20 kilós határnál megállnak, tehát mondjuk elérni azt az álomhatárt, amit te mondtál, hogy 40-50 kilót, vagy esetleg a fölé lépni, az már rendkívül tudatos, megfontolt és rendkívül jól összehangolt horgászatot kíván. Most nyilvánvaló, mi nem egy horgászversenyre készülünk a mai nap folyamán, hanem egy baráti horgászatra, amely során több nyílt kérdésre szeretnénk egyértelmű választ találni, illetve egyértelműen szeretnénk tanácsot és segítséget adni azoknak a horgászoknak, akik most a közeljövőben szeretnének féderbotjaikkal valamelyik vízpartra kilátogatni, mondjuk egy hasonló jellegűre, mint a Moby Dick horgásztó, ez egy mélyvízi tava. Lássunk hozzá Gábor, és nézzük meg, hogy melyek azok a csalogatóanyagok, csalik, amelyek ebben az időszakban is hatásosak lehetnek. Nosza rajta. Az etetőanyagokat tartalmazó vászonkeverő edények mögött térdelünk. Nem véletlenül, hiszen a horgászok részéről érkező leggyakoribb kérdés ebben az időszakban, hogy milyen etetőanyagokkal és milyen csalogatóanyagokkal lehetnek eredményesek ebben az időszakban is. Az egyik legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy az édes vagy a büdös halas jellegű etetőanyagok működnek jobban ebben az időszakban. Két olyan alapkeveréket fogunk összeállítani, amely garantáltan bizonyította már fogosságát ebben az időszakban is. Az egyik keverőedényben 1 kg peletes fekete és pontypiros a hozzátartozó aromákkal, a másikban pedig mézes pálinka, nagy ponty és a hozzátartozó aromák találhatók. Az etetőanyagok bekeverése előtt van még egy fontos eldöntésre váró kérdés, hogy ki melyik keverékkel horgászol a hina folyamán. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy földobunk egy pénzérmét, ha fej, akkor enyém a peletes fekete és a pontypiros, ha írás, akkor a tiéd. Bízzuk a szerencsére. Karesz, légy szíves, gyere! Te leszel a döntőbíró. Dobd föl, és mutasd meg a kamerának. Fej. Enyém a peletes fekete és a ponty piros,
tiéd a nagypont is a mézes pálinka keveréke. A csalogatóanyagok bekeverése előtt egy rendkívül kényes kérdésről is szeretnék beszélni, amelyről az eddigi filmjeimben egyáltalán nem esett szó. Mennyibe kerül egy horgászat, mennyi a horgászatnak a költségvetése? Ha az ideutazás költségét nem számoljuk, akkor a napi egy vásárlással indul az első komolyabb tétel, amely 1400 forint erre a vízterületre. A következő tétel a bekeverésre váró etetőanyag. Az én keverékem 1 kg peletes feketéből, 1,5 kg ponypirosból, egy egész üveg CSL Touring tengerkincs aromából és 50 ml vörös démon aromából fog állni. A felhasznált csalogatóanyagok összértéke 2275 forint. Gábornak annyiban módosul a keveréke, hogy keverünk hozzá még csontkukacot és fél doboz kukoricát. Ja, bocsánat, az enyémhez még hozzájön fél doboz kukorica. Így az össz fölhasznált etetőanyag és csali mennyiség maximum 2500 forintba kerül. Ezért egy rendkívül tartalmas és ebben az időszakban is garantáltan fogós keveréket és csalit kapunk. Csalit hogyan? Már is megmutatom. Ugyanis, hogyha nem akartok külön csalira költeni, akkor a feletes fekete etetőanyag tartalmazza azt a csalit is, amely már egy szelektív ponthorgászatot biztosít. Lerostálva egy sűrű szitán látható, hogy fönnmaradnak olyan 8 mm átmérőjű pontypelet, halas ízesítésű és epres pelet, amely csalizásra is alkalmas. Ebből a halas peletet fogom csalizásra felhasználni, amelynek rendkívül egyszerű módja egy szilikonkarikába belefűzve, a horogöblébe belakasztva, vagy átfúrva, hajszálelőkére felfűzve igazán könnyedén felkínálható. Segíts kérlek, Gábor, fog meg, légy szíves. Beleteszem egy dobozkába a halas peleteket, amik a rostán fönnmaradtak, és ezeket a peleteket meg fogom ízesíteni az etetőanyag bekeveréséhez használt CSL Touring tengerkincse aromával. Ugyanis ez az aroma nem oldja szét a peletszemeket. Oké, ennyi salizása pont elegendő, a lécesból is vissza. Kérlek, rázd föl, és akkor öntsünk rá egy kevéskét. Oké, köszi, elég. Talán kicsit sok is, de ez a pelet csalizásra szolgál majd. A maradék pedig benne marad az eretőanyagba, és bekeverem. Láthatók az előbukkanó további peletszemek. A ponypirosból fél kilót használok fel mindösszesen. Erre a másfél kilogram eretőanyagra ráöntöm az egy üveg CSL Touring tengerkincs hidegvíz aromát. Ez az aroma 5 kg etetőanyag megízesítésére alkalmas, de most egy rendkívül tömény, nagyon brutál erős ízesítésű keveréket fogunk készíteni. Gábor, te javaslatodra, ugye, mert te mondtad azt, hogy az a hatékony, hogyha rendkívül intenzív, nagyon tömény aromával bekevert etetőanyagot használunk. Na most a saját tapasztalatom az, hogyha nagyon erős, nagyon tömény az aroma, akkor abból viszont nem kell sok. Tehát látjátok, hogy mindössze másfél kiló, ugyanígy fogsz majd te is bekeverni, igen, elegendő lesz egy egész napos horgászatra. Bár bízunk benne, hogy nem, mert akkor azt jelenti, hogy olyan sok halat fogtunk, hogy... Úgy legyen, hogy sok halat fogunk. Ezt még megbolondítom kevéske vörös démon aromával. Ugye azt kell tudni az Aroma Tuning családról, hogy egész évben eredményesen használható, és olyan az oldódási folyamata, hogy mind a mederfenéken, mind pedig vízközben hat. Ebből 50 ml-t, durván egy ilyen két újnyit fogok ráönteni még a keverékre. És a száraz keveréket így átforgatom. Oké, kicsit várnék, hogy a száraz keverék magába szívja ezeket a finom aromákat. Addig Gábor, kérlek, kever be te is a te keverékedet. A te keveréked akkor ugye 1 kg mézes pálinka és fél kilogramm nagy ponty keverékéből fog összeállni. Hétvégén, amikor horgászverseny volt, melyik keverékkel horgáztál? A tiéddel, tehát a félig halas, félig édes keverékkel. Mekkora volt a legnagyobb hal, amit sikerült kifognod? Hétvégén jól sikerült, egy 7,4 kilós nyurgapontyot tudtam zsákmányolni, ami ezen a vízen eddig majdnem a legnagyobb halam. Aha, tehát azért itt is az ritkaságnak számít az ekkora méretű hal.
Ugye erre is rákeverünk egy üveg CSR tűnik hidegvíz aromát a mézes pálinka ízesítésűből. Nézd, karácsonyi hangulatom letett a mézes kalácsi illattó. Látom, tetszik neked is. Ez egyébként tényleg egy olyan keverék, amely az emberi óv számára is rendkívül kellemes. Ezt megbolondítjuk szintén 50 ml nagy pontyaromával, durván egy olyan 2 únyit, öntsél még rá, légy szíves. Oké. Okay. És ezt az egészet forgasd át, jó laposan. Oké. Okay. Mindkét keverék beszívta a finom aromát. Tiéd is? Igen. Jó, ennek baromi az illata. Aj, beleharapna az ember, annyira édes, finom illata van neki. Megfelelő mennyiségű vízzel kell beállítani a végső állagát és tapadóságát. Mit javasolsz, mennyire keverjük ragacsosra az eretőanyagokat? Itt a normális esetnél tapadósabbra szoktam keverni, ugyanis az a tapasztalatom, hogy minél tovább van benne az etetőanyag a kosárban, annál előbb találja meg a hal, és ezzel egy időben hamarabb találja meg a csalit is. Ja igen, mert ugye az ott lent lévő finom illatos kaja gombóc egyértelmű utat mutat. Így van. Hát ráadásul mély a víz, és azért le kell, hogy érjen egy 5 méteres mélységbe egy gombóc. Hát persze nagy a nyomás, ugye. Igen. Hát most a túlságosan lazára hagyott kaja, gyorsan szétoldódik víz közben, szétterül, nem tudjuk halat koncentrálni. Tehát akkor egy kicsit ragacsosabb legyen, bár most szerintem én azt javaslom, hogy az alapos eretés megkezdése előtt még olyan közepes tapadóságúra gyúrjuk, hogy a kosárból a bedobás után viszonylag gyorsan kioldódjon, és akkor majd a horgászat megkezdése előtt még nedvesítsük át újra ismét a kaját. Még ne feledkezzünk meg a kukoricáról sem, felezzük el az egy doboz kukoricát. Elosztom testvériesen. Inkább igazságot. Neked adom a tetejét. Jó? Jó, van, elég. Jó? Hagytál magadnak is azért? Persze a levét az enyémbe teszem. Jó, hát az enyémbe véletlenül egy kicsit több le. Minden szertek maga felé hajlik a kezem. Úgy, hogy mondod. Semmi gond. Na, tegyük bele a csontit is. Legyen végig neked a keverékedbe kerül egy kis csontukat. Jó, szerintem ennyi elég is, ne rúgja szét teljesen. Én szándékosan nem rakok az enyémbe csontkukacot, azért, hogy ezt is megnézzük, hogy van-e jelentőség az élőanyaggal dúsított keveréknek, vagy nincs. Remek tartalmas tetőanyag lett. Borítsuk le, ne fárogjon el. Az alapozó eretés megkezdés előtt azonban mind a ketten azonos távolságban jelöljük meg a zsinórjainkat, és oda etessünk be. Nyilván a teszt akkor ér valamit, hogyha tényleg mindketten azonos távolságban horgászunk, mert ha most egyik beljebb horgászik, másik kijebb, akkor már az is esetlegesen előnyt jelenthet a másik számára. Ha teszt, akkor legyen egyértelmű, és legyen korrekt módon nyomon követhető, azonos távolságban, azonos sávba etetünk be, és ott horgászunk először. Na, húzzunk bele. Hozd, légy szíves a felszerelésedet. A rövidebbik botom hossza 3,90 m, az erre felhelyezett orsónak a zsinórklipszébe 60 méternél pont kiakasztottam a főzsinort. Azt javaslom, hogy a te zsinórklipszedet is ugyanott akasztjuk majd be. Karcsit megkérjük, hogy mindkettőnk fészvelékét kihúzza, és akkor tökéletesen pontosan azonos távolságban tudjuk majd beakasztani a két zsinórklipszet. Mehet. Húzzad, Karcsi! Üti a spiccet a fiú. Oké, okay, oké. Okay. Most kifeszült a zsinór. Te is feszítsd meg majd. Megvagy, jó? Oké. Okay. Akaszd be a zsinór, kívsz be a zsinórt. Oké. Okay. Azért érdekes, hogy a víz felé dobva
milyen rövidnek tűnik a 60 méteres dobótávolság, míg a parton elnézünk, hogy a karcs milyen távol van, azért ez látszik, hogy nem kis távolság. És hát nyilvánvalóan ez a rövidebbik botunk, tehát ez lesz a rövidebbik meghorgászandó terület. A másik bottal, a 4 méter 20-as feeder botjainkkal pedig megpróbálunk ezzel lényegesen túldobni. Most, hogy összejelöltük a pontos dobótávolságokat, következik az alapozó etetés. Én etetőkosárral 15-20 dobást fogok végrehajtani, kiakasztott zsinórklipszel, Mikte Gábor. Én pedig egy marker segítségével megpróbálom viszont pontosan meglőni ezt a 60 méteres távot. Igen, mert csúszival még ebbe a szélviszonyba még viszonylag pontosan meg is lehet etetni. Na hajrá, haladjunk! Költségtakarékos horgászat során egyértelműen szó esett arról, hogy az etetőanyag tartalmazza azt a csalit is, amivel a horgászat során bátran próbálkozhatunk. Most éppen azt a peletet szagláztuk, amely az etetőanyagból került kivételre, és CSL tuning aromával lett megízesítve. Ez egy kiváló kiindulási alap. Gábornak az etetőanyaga is tartalmaz olyan csalit, amelyet nyugodtan horogra is tűzhet, ilyen például a kukorica vagy a csontkukac. Azonban nyilvánvaló, hogy a technikás horgászathoz azonban még szükségünk van néhány olyan csalira, amellyel minden időszakban tudunk alkalmazkodni alakkapu kedvéhez. Ezért válogattunk össze még olyan alternatív csalikat, amelyek segítségünkre lehetnek, ilyen például az én etetőanyagomhoz illő kukorica tuning, vörös démon és tengerkincse ízesítésű, red tuning pelet, vörös démon és kék villám ízesítésű, oldódó pelet, fekete gyémánt, hibrid pelet, vörös démon és ehhez illő dippek. Gábornál pedig ugyanezek édes változatai. Mutasd meg, légy szíves! Hibrid pelet, oldódó pelet, mézes pálinka. A dippek. Hozzáillő dippek. Szintén édes peletek. Na most nyilvánvaló, hogy ezeknek a csaliknak az értéke fejenként lényegesen magasabb, mint a bekevert etetőanyag, azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy egy-egy ilyen csalikészlet egész évben használható. Bár ha elfogyottak, az megint csak mit jelent, nagyon sok halat fogtunk vele, és boldogan pótoljuk. Kezdjük meg a horgászatot! Jó, fogjunk mi is sok halat vele! Így legyen! Az általam használt két végszerelék nagyon hasonlít egymásra, csak apró, finom részletekben térnek el egymástól. A rövidebbik 3,90 m hosszúságú pelletféder medium heavy bottomra egy 35 g-os gubancgátlós etetőkosár került, amely egy Fox Quick Change gyors rögzítő kapocsba és a fölé elhelyezett gumigolyóba ütközik meg. Ebben a gyors rögzítő kapocsba egy 16-os horogelőkére kötött gamakacsú 2260B típusú horog került. Erre mindenképpen elsősorban hagyományos csalikat, kukoricát gondoltam feltenni. Míg a másik végszerelék horogelőkéje az egy 14-es Suffix Fader Braid, azon egy gamakacsú 2260B 6-os méretű horog van, a szokott módon meghosszabbítva
a fonodzsinór, amely hajszálelőkére vagy különböző pelletcsalikat próbálok meg felhelyezni. Érdemes szót szólni a szerelék többi elemeiről is. Ez egy új Nevis Carp Fader 6000-es típusú orsó. A különlegessége az orsónak, hogy egy speciális sekély dobbal van ellátva, kifejezetten a fader horgászokra gondolván, így nem kell rá több száz méter zsinort feleslegesen felcsévélni, elegendő 200 méter 20-as. Az orsó dobjára igazán feltűnő színű zsinór került, ez szintén egy Nevis termék, a Sensor Line. A bódis horgászok, illetve nagyhal horgászok körében rendkívül népszerű ez a fluósárga színű zsinór, amely főként az éjszakai horgászatok során, vagy ha több ottal, vagy sötét vízben horgásznak a horgászok, akkor különösen népszerű. Hát megmondom őszintén, hogy én nem ezért választottam. Igazán kíváncsivá tettek a zsinór különleges paraméterei, ugyanis annyira sima a zsinór felülete, annyira érdekes a tapintása, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy a hagyományos monofil zsinórok és e között van-e mérhető különbség. Úrin próbálja az evés, horgászat közben kiderül. A másik, a Shimano Tribal 5500 XT orsó dobjára pedig nagy kedvencem a Haldurado Strongline került 20-as átmérővel. Ez a különleges fékrendszerű, gyorsfékes, dobfékes, nyújtott dobó, távdobó orsó, méretét tekintve optimális a féderbotos horgászatban, ezzel a 4 méter 20-as pelethevi féderbottal gond nélkül meg lehet dobni a 100, akár 120 méteres távolságot is. Az első csali, amivel próbálkozom, az egy epres ízesítési kukorica lesz. Ebből tűzök föl egy szemet a horogra. A zsinort zsinórjelölő filccel kiakasztás helyénél megjelölöm, annak érdekében, hogyha esetleg akkor halad akasztanék, amely koppanásig húzza a zsinort, és ha ki kell akasztanom a klipszből a zsinort, akkor mindenképpen visszataláljak hajszál fontosan az eredeti helyére. Most nyilván egy ilyen sárga színű zsinóron csak a sötét színű, mondjuk mint például az a fekete színű zsinórjelölő filc az, ami egyértelmű és jól látható nyomot hagy. Az elsőként felkínált pelet kombináció az eretőanyagból kivett és CSL tuning tengerkincs aromában ázó pelet szemek egyike, amelyet átfúrtam, és e fölé kerül egy szem vörös démon hibrid pelet, annak is a lebegő változata. Hajszálelőke hosszát rátekerve beállítom, így pont optimális. Ezt a végszereléket az eretéstől lényegesen távolabbra 10-20-30 méterrel beljebb fogom dobni. Végszereléket tekintve én sem tudok nagy csodát mondani. Gyakorlatilag ugyanolyan szerelékkel horgászom, mint Gábor. 20-as főzsinóron van, rajta egy pici forgó, ebbe belekötve a 0-08-as fonott horogelőke, viszont a horgunk szerintem ugyanaz, Valmakacsú 2260B. Szeretem ezt a horgot csontinál alkalmazni viszont nagy távolságba féderezéskor. Ezt a botot fogom az eredetésre dobni. Erre most 4 szem csontit tűzök, úgy tehetjük még intenzívebbé ezt a kis csonti csokrot, hogy belemártjuk egy dipbe. Hát én most az etetőanyagomhoz passzoló mézes pálinka dipet fogom használni. Hát nem egyszerű beletunkolni a csontit ebbe a sűrű masszába, hát épp a sűrűsége kell nekünk ahhoz, hogy rajta maradjon a csalin. Nos, ez így néz ki. A kosárba pedig az előbb bekevert etetőanyagot fogom tenni. Aztán meglátjuk, mi lesz az eredménye. Az első hal a bedobást követően talán 2 perccel jelentkezett, és talán nem meglepő, hogy a peletes csalira. Nem túl nagy, de a dolog érdekessége, hogy szinte azonnal elmarkolta. Ráadásul pont most akartam beöltözni, hiszen bármennyire március közepét mutatja a naptár, nagyon kellemetlen hűvös idő van. Ez az erőteljes északi, északnyugati szél
csontig hatol. Nagyon kellemetlen. A halfogás az viszont egy kicsit felmelegít végre. Mozgásából ítélve pont lehet. Egy kis ponty. Nap első pontyocskája. Szájában a csali, amit nemrég dobtam be. Másik botra, amivel messzire fogok dobni, két szem nagy ponty hibrid pellet kerül. Szerintem az egyik lebegő, míg a másik süllyedő változatból. Hát így még egy kicsit hosszú a összeállőkénk, úgyhogy párszor rátekerjük a hologra, és íme. Másik boton kapás volt, kitekertem, nem akadt meg rendesen. Kukicával volt csalizva a horog. Az a peletes csali, amire az első pontyot megfogtam, visszadobtam. Nem telt el talán újabb 5 perc sem. És itt a következő. Ez a valóban gazdaságos csali. Ugyanis egyel akár több pontyot is ki lehet fogni. Egy újabb kis ponty. Na, végre elhúzta a pelletet is valami. Közben úgy tűnik, hogy ponty lesz. Nem lesz egy gigászi méretű, de legalább már jobb ponty. Szóval jól láthatjátok a hal szájába a nagy ponty hibrid pelletet. Egy szem süllyedő és egy szem lebegő került a horog mellé felfűzve. Hát íz lett neki, maradjunk ennyiben. Nem a legnagyobb, de legalább a miénk. Úgy tűnik, sikerült még egy pontyot akasztani. Ez most mézes pálinkás hibrid pellettel. Az akadás most is tökéletes volt a szája sarkába. Hát kicsit megsínlette a csaliba fárasztás, de még egy mindig használható lenne belőle. Nem halad fogtál, Gábor? Hát igen, élet. Íme, gyönyörű ponty. Az a pelletet nagyon tetszik nekik, tökéletesen akadt. Előző pontyfogáson felbuzdulva ismét mézes pálinkás hibrid pelletet fog rátenni. Hát remélem most már egy nagyobb ponty is erre jár, nem csak ezek a picik.
Bocsáss meg, Peti. Közben itt. Valami volt. Na igen. Ha az előző pontyot kicsinek mondtam, hát akkor nem is találok szavakat. Hát a csonti ezt eredményezte most. Na, gyönyörű halam után ismét csalizhatok. Mehet bele a stopper. Látszólag nagyon könnyű átfűzni rajta. Gyakorlatilag én mindig kilódok fel egy kicsit. Jó. Felesleges stopper pedig levágjuk. Igen, kicsit gubanc veszélyes lenne a történet, ha ezt így hagynám. Úgyhogy rátekerem a horogöblére. Így, és mivel utolsó 3-4 halat mindet erősen aromás csalival fogtam, ezért ezt is be fogom dippelni. Méghozzá a mézes pálinkás dipbe. Lényegesebben előbb megtalálja a hal így a csalit, mint ha csak úgy csupaszon dobnám be. Jó. Na, sikerült még egy kapás kicsikarnom. Jó csokor csontival. Amit mézes pálinka dipbe forgattam bele. Hát nagyon hamar elhúzta. Hát nem volt benne egy 5 percet a csali. Hát ő az újabb halacskánk. Szerintem még egy 3-4 évet nőhet. Megfognál a deszkára, megkérlek szépen. Hát az imént csalizás közben olyan letekerte a botot az állványról ez a hal, bár érzem a kezdeti lendület nagyobb volt, mint maga a hal lesz, na de hát örüljünk ennek is. Ó, de szép. Hát az ilyen halakról beszéltem reggel, ezért egy ilyen gyönyörű koi pontnak mindenképpen tud örülni az ember, akármilyen vízen horgászik is. Kárász.
kapásom van. Bevágnék, jó? Nézd a. Gábor javaslatára én is berippeltem a csalit, és döbbenetes, hogy két dobásból két hal. A rövidebbik etetésen, a rövidebbik bottal, egy gyönyörű színes kolikárász, ezen pedig vélhetőleg egy ponty van most jelen pillanatban, de hamarosan kiderül. Hát úgy látom azért a kapitánystól még nagyon messze van. Hopp, ez is megvan. Ez nagyon érdekes, hogy amióta Gábor tanácsára elkezdtem intenzíven dippelni a csalit, nagyon fölpörgött a halfogás üteme. Nem telik el 3-4 perc és határozott kapásra vághatok be. Jó, nem túl nagyok a halak, 1 és 2 kiló közöttiek, de most már tényleg igazán élménydús és élvezetes lett a horgászat. Egyértelműen látszik, hogy a nagyon intenzív, agresszív, erős aromáknak van jelentősége. És most nem látom azt a durva különbséget, amit gondoltunk egyébként az elején, hogy csak a halas kajával, vagy csak a nagyon édes kajával lehet halat fogni. Mind a kettő nagyon jól hozza a halat, viszont a csalik között egyértelműen most az édes aromák, az édes dippek azok, amik dominánsak. Gábor zömében a mézes pálinka ízesítésű dippel, míg én a vörös démon dippel fogom a halakat. Ha ebbe az aromába, ebbe a dippbe belemártom a csalit, nagyon gyorsan gazdára talál. Talán ami még egyértelműen látszódik, hogy lényegesen kevesebb kárászt fogok, mint Gábor. A megbeszéltek szerint én csontit nem használok, csak különféle peletekkel csalizok. Ezek viszont úgy néz ki, hogy jól szelektálják a pontyokat. Akadás tökéletes. Újabb kis ponty. Véget ért a mai napra szánt horgászidő. Lassan lebukik a nap a látóhatáron. Itt látható kettőnknek a mai napi zsákmánya. A fogás értékelése és az összesítése ezután történik, ugyanis az első és legfontosabb dolog, hogy a halakat mindketten visszaengedjük életű elemükbe. A nap végén röviden értékelnénk a mai nap tapasztalatait. Gábor 21 darab halat fogott, én 15 darabot. Tehát az a drasztikus különbség, amit gondoltunk az elején, hogy csak az édes vagy a halas jellegű kajával lehet fogni, ez nem igazolódott be. Sőt, ugye a te halaid talán egy kicsivel kisebbek lehettek, míg az én halaim talán egy kicsivel darabosabbak, nagyobb testűek lehettek. A legnagyobb hal, amit én foghattam, egy a jó 2 kilós, ha volt, míg a tiéd mondjuk egy a 1,5 kilós, tehát a legnagyobb. Ezek nem nagy különbségek, így van, de hát ez is csak is sacra, de pici, apró különbségek azért érzékelhetők voltak. Ugye te sokat horgáztál csontival, dipper csontival, amely nagyon látványosan működött, míg ugye én kizárólag csak peletcsalikkal horgáztam. Nekem ugye kiválóan működött az eredetanyagból kiválasztott egy szem halas pelet, egy hibrid pelettel meglebegtetve. Viszont abban egyetérthetünk, hogy mind a kettőnek bejött a dippelés, tehát nagyon eredményesnek tűnt ezen a vízterületen az, hogy túlaromásítva szinte émeítő illatú csalit kínáltunk a halak elé, hiszen én majdnem mindet így fogtam. Ebben maximálisan igazad van, mert ugye nem csak a csontinál működött ez nagyon látványosan, hanem amikor peletcsalit mártottam bele, akkor nekem is sokkal jobban fölgyorsult a kapás üteme, illetve hát lerövidült az az idő, amit a kapásra várni kellett. Ma is egy hasznos napon vagyunk túl, sok új tapasztalattal lettünk gazdagabbak, találkozunk legközelebb. Köszönöm a meghívást, Gábor! Én köszönöm, hogy eljöttetek! Sziasztok! Viszlát a kedves nézőknek!